Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így szól most hozzánk. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Amen. Szeretett testvéreim, orgona, zenés istentiszteletünk kezdetén így fennálló énekként és közös imádságunkként a 122. Zsoltár mindkét versszakát énekeljük. A 122. Zsoltár így kezdődik: örülök az én szívembe. Mai orgonazenés istentiszteletünkön, templomunknak ezen a két évszázados ünnepén Szilágyi Gyula orgonál, közreműködik Kecskés Mónika. Ő lesz egyébként a következő július 10-én sorra kerülő orgonazenés istentisztelet orgonistája. Őt ma énekesként halljuk. Ige hirdetés előtt két orgonamű hangzik el. Az első Cornelius Schröt szerzeménye, ő Leidenben volt orgonista a reformáció évszázadában, és egyetlen orgonaműve sem maradt fenn. Fennmaradt azonban egy Pavan és Galliardát tartalmazó 12 műből álló kötete, ez hangszeres partitúra, és ebből hallunk most egy bevezetőként egy ünnepi zenét, hiszen a Pavan a párjával, a Galliardával a reneszánsz talán legünnepélyesebb zenei formája volt, mely gyakorta szolgált különféle ceremóniák, és így például akár a mai alkalom bevezető zenéjeként is hangozik fel először ez a tételpár, Schröt
hatodik tórusú Paván és Gáját műve.
Jean Titelouze műve következik, egy himnusz variáció. Ő az előző szerző kortársa volt, csak éppen a franciaországi Rouenban működött, mint orgonista. És az Urbs Beata Jeruzsálem latin himnusz feldolgozását halljuk majd, tehát több versében, valamelyik versét ének szólaltatja meg énekhang, más versét pedig az orgona játsza három tételben. Ez a 7.-8. századi latin himnusz a templom alapításáról szól. Boldog város, Jeruzsálem, a béke helyszíne, az élő kövek nélküli város. Nyilvánvalóan a mennyei Jeruzsálemről szól, de az ige is tanít minket, hogy az apostolok és proféták alapkövére épülve, mint élő kövek épüljünk fel lelki házzá. Tehát az egyház vagy a templom, mint kövek nélküli város, Isten országa, Isten városa, már itt a földön megvalósul az eklézsia gyülekezet képében. Minden esetre itt kövek lettek lerakva 200 évvel ezelőtt, és erre emlékezünk ezzel a himnusszal, Jean Titelouze Urbs Beata Jeruzsálem himnuszával. Sigunt sponsor.
hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, Lukács evangéliuma 4. fejezetéből, a 14. verstől a 30. versig terjedő igeszakaszt olvasom, mely templomunk alapkőletételének 200. évfordulóján szól hozzánk, és egy másik alapkőről szól, Jézus küldetésének az alapkövéről. A történet címe így hangzik, Jézus Názáretben. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Minnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem ígéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Szareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Mint mondtam, egy másik alapkő letételről szól ez a történet, Jézus küldetésének az alapkövéről. Mai történetünkben a názáretiek szemtől szembe találják magukat a falujába hazatérő Jézussal. Jézus pedig, a falujuk béli, nem olyan személy, akivel a találkozás közömbös. A történet elején azt olvassuk, hogy elterjedt a híre az egész környéken, és dicsőítette őt mindenki. Vagyis ez igen pozitív megítélést és reakciót jelent. A názáretiek viszont oda jutnak, hogy hihetetlenül felháborodnak és dühükben megragadják Jézust, hogy megöljék. Jézus azonban átment közöttük és eltávozott tőlük. Micsoda kontraszt ez!
Mindennek az a jelentősége számunkra, hogy a keresztjén élet ott kezdődik, abból fakad, kizárólag abból születik, hogy mi is szemtől szemben találjuk magunkat Jézussal. Márpedig, ha ez megtörténik, az hasonló módon reakciót vált ki belőlünk. Jézus szemtől szemben nem hagyhat érintetlenül. Egy egyházi beszéd sajnos néha lehet valóban semmilyen. Jézus azonban nem. Ez a tétje minden istentiszteletnek, a mai alkalomnak is. Vagy elfogadás, hit és önátadás a válasz Jézus szavaira, vagy pedig közöny, elutasítás és megvetés. Vagyis nincs középút. Vajon milyennek bizonyul ez a gyülekezet? És milyennek bizonyulsz te? Átmegy közöttünk Jézus és eltávozik? Vagy pedig itt marad és otthonra talál? Talán azt kérdezzük, hogy nem túlzás ez a vagy-vagy Jézussal kapcsolatban? Mi ez a szélsőségesség? Ez a lelki arrogancia? Ki ez az ember, aki ilyen igényt támaszt velünk szembe? Azt olvassuk, hogy Jézus Galilea településeit járja, tanít a zsinagógákban, de olyan erővel és bölcsességgel, ami meglepte az embereket. Így megy el egy szombaton szülőfalujába, Názáretbe, ahol a zsinagógában Ézsaiás próféta könyvéből olvas. Tudatosan kikeresi azt a szakaszt, amivel önmagát azonosítja, és amivel önmagát mutatja be a názáretieknek, ami, ahogy mondtam, küldetésének az alapköve. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Olvassa a jól ismert szavakat a hallgatóságnak. Jézus úgy beszél, mint Isten által kiválasztott és felruházott személy. Vagyis szavai és tettei mögött a mindenható Isten áll. Ő annak teljhatalmú küldötte, aki mindent alkotott és kezében tart, még minket is. Akiről most szó van, Jézus, aki szemtől szembe jön, nem önmaga jelöltje, és nem is másoké. Jézus Krisztus nem az egyházé, a lelkipásztoroké, a papoké. Ő nem a mi programunk, nem valamiféle vallásos propaganda vagy párt frontembere. Nem egy evilági szervezetnek vagy hatalomnak a nevében és erejével jön, hanem az Úr nevében, az ő megbízásából, az ő erejével jön. Az isteni küldetést, az isteni programot végrehajtani. Ahogy az Új Szövetségben olvassuk, azért jön, hogy az ördög munkáit lerontsa. És hogy ez mi, azt szintén megtudjuk a próféta szavaiból, amit Jézus magára vonatkoztat. Azért jön, ahogy ő mondja, hogy evangéliumot hirdessek a szegények. Isten programja az, mondja Jézus, hogy jó hírt mondjak a szegényeknek. De kik a szegények? Jézus követői között találunk anyagi értelemben szegényeket. És biztos, hogy számára nem volt mellékes az ő ügyük. Azonban tudjuk, hogy jó hírt hirdetett a gazdagoknak is, mint például a vámszedőknek. Jézus azt hirdette, hogy Isten szereti azokat, és jövőt készít azoknak, akiket megvetettek, gyűlöltek, lenéztek saját népük tagjai.
A szegénység tehát mindenféle nyomorúságot magába foglal. Jézusnak jó híre van minden szegény számára. Annak is, aki testi egészségében szegényedett meg. És annak is, aki lelkileg nyomorodott meg. Aki szegény az örömben, és aki szegény élete céljának az ismeretében. Aki szegény a kapcsolataiban, mert már mindenkit elvesztett, akár a halál, akár a maga elviselhetetlen természete miatt. Aki szegény a múltjára nézve, mert nem kellemes, hanem fájdalmas emlékei vannak csak. És aki szegény a jövőjére nézve, mert nincs reménysége, nincs kedve élni, nem lát maga előtt jövőt. Bármiféle szükségünkben és nyomorúságunkban, az, akit az élő Isten ruházott fel hatalommal és küldött el, tud örömhírt mondani nekünk. Jézus jó híre három részből áll annak alapján, amit Ézsaiás könyvéből felolvasott. Az első így hangzik: szabadulás a foglyoknak, és a megkínzottak szabadon bocsátása. Mint látjuk, Jézus jó híre nem pusztán szó, beszéd, hangzatos szólamok gyűjteménye, amelyekből oly sok van körülöttünk és bennünk is. Ő azokért jött, akik rabok és meggyötörtek, hogy őket szabaddá tegye és meggyógyítsa. Kik ezek a foglyok, és kik a megkínzottak? Hiszen tudomásunk szerint Jézus által egyetlen fogoly szabadult csak meg, és ez Barabbás volt. És bár azt tanította Jézus, hogy látogassuk meg a börtönben lévőket, nyilvánvaló, hogy nem a börtönben lévő foglyok voltak Istentől kapott programjának a középpontjában, hanem sokkal inkább azok a foglyok, akik a saját létüket élik meg börtönként, vagyis akadályozottságként, sorskényszerek és körülmények uralmaként, perspektívátlanságként és az igazi élet hiányaként, és amely lelki állapot mögött valójában az Isten hiánya áll. Az itt szereplő elbocsátani, elküldeni, adósságot elengedni, vagy megszabadítani kifejezés is erre utal, mely a megbocsátás és a bűnbocsánat szava is a Bibliában. Jézus tehát szabaddá tesz attól a létszorongástól és értelemhiánytól, azoktól a lelki-szellemi függőségektől, amik mögött a hit hiánya és annak életrontó hatalma áll. Hiszen ha nem Istentől függünk, akkor függeni fogunk minden mástól. És Jézus azért jött, hogy szabaddá tegyen ezektől, ezektől a másféle függőségektől, hogy egyedül őtőle, Istentől függjünk. Mert ez a minket szerető Isten programja. A másik jó hír a vakok szemeinek megnyílása. Jézus Isten hatalma által valóban megnyitotta a vakok szemeit. Mégis, ahogyan elsősorban nem a fizikailag börtönben lévőkhöz ment, úgy ebben az esetben sem kizárólag a test szerint vakokat gyógyította meg. Ő azokhoz is jött, akik nem látnak, de nem testi értelemben véve. Azokhoz, akik bár a szemükkel látnak, és szemtanúi Jézus tetteinek, de elvi, vallási vagy személyes okok, olykor pedig a félelmeik vagy előítéleteik
akadályozzák őket, hogy meglássák Jézusban Isten lényét és valóságát. Nem ok nélkül hangzik el később az a mondat az apostolok cselekedeteiben, amikor Jézus maga ruházza fel erővel, és küldi el Pált, és így mondja, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát. Igen, erről a vakságról van szó. Jézus szemtől szemben csak az látja meg, akinek ő megnyitja a szemeit. És erről a vakságról szól mai történetünk, a názáretiek története is. Végül azért küldetett el Jézus, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét, ami nem más, mint Isten kegyelmének az ideje. Jézus azt mondja, hogy jó hírt hirdetni jött, Isten szeretetének, szabadításának, közelségének a jó hírét. Azt, hogy ő megismerhető, Jézusban megtalálható, elérhető, és szeretettel elfogadja a bűnöst, aki hozzá fordul. Mert nem elítélni akarja, nem elpusztítására vágyik, nem a halál a szándéka, hanem az élet. Nem véletlen, hogy Jézus itt hagyta abba a tekercs olvasásán, hiszen Ézsaiásnál így folytatódik, és hirdetem Istenünk bosszú állása napját. De ezt már ő nem olvasta. Jézus most nem a bosszút, az ítéletet jött hirdetni, mert most nem ennek van az ideje. A názáretiek és honfitársaik azonban ezt várják. Persze nem magukon, hanem a bűnösökön, a pogányokon. Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, mondja Jézus. Vagyis ez vagyok én. Itt van az idő, ezért vagyok itt. Nem holnap van az Isten kegyelmének ideje, hanem ma. Most van itt, hogy jó hírt hirdessen a szegénynek, hogy szabadulást a foglyoknak, szemeik megnyílását a vakoknak. Immár nem a távoli jövő, hanem valami új kezdődhet az életedben, és ez most van. Mi a válaszod erre? A názáretiek válasza a megdöbbenés volt. Bár egyetértettek azzal, amit Jézus mondott, de mégsem tudták befogadni. Hát nem József fia ez? Ismerjük az apját, az anyját, a családját, a házát. Itt nőtt fel közöttük. Hogy lenne ő a messiás? A felkent, Isten küldötte. Miért higgyünk neki? Mi a bizonyíték? Túl közeli, túl mindennapos ez az egész ahhoz, hogy ilyen nagy csodát hordozzon, mint amiről ő beszél. Nem így van ez ma is? Miért pont a mai nap lenne valami teljesen újnak a kezdete számunkra? Hogyan történhetne velem igazi csoda itt? Ebben a szokványos közegben, amit olyan jól ismerünk. Egy régi történet, egy régi könyvből, emberi szavak által elmondva. Miért higgyünk? Mi a bizonyíték? Jézus tudja, hogy mi történik hallgatóiban. Bizonyára azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazámban. Ugyanis hallották, hogy Jézus csodákat tett, de nem hiszik el. Ha az orvos valóban tud gyógyítani, bizonyítsa azzal, hogy
meggyógyítja magát. Vagyis, ha Jézus valóban az, akinek állítja magát, bizonyítsa azzal, hogy megteszi itt is, amiről hallottak, és amit ők most kétségbe vonnak. Érdekes a helyzet. Nem hisznek, de nem magukat okolják, hanem Jézust. Mint manapság is teszik azok, akik Istent okolják a hitetlenségükért. Tedd meg ezt vagy azt, ha azt akarod, hogy higgyek, mondják Istennek. És ha megtenni, biztos, hogy hinnének neki? Vagy talán lenne újabb kifogás? Igen, a názáretiek vakok. Jézus két általuk jól ismert történettel próbálja megnyitni a szemüket. Az első Illés és a szareptai özvegy. Aháb király idejében a király gonoszsága miatt Isten bezárta az ég csatornáit, nem esett eső, amelynek következtében súlyos éhínség állt be. Illés prófétát Isten egy pogány városba, Szareptába küldi, hogy ott gondoskodjon róla az éhínség idején. Amikor Illés egy özvegyasszonnyal találkozik, kenyeret kér tőle. Az özvegy azt válaszolja, hogy csak egy marék lisztje és egy kevés olaja van, amelyből az utolsó adag kenyeret készül megsütni magának és fiának. Azt megeszik, azután pedig meghalnak. Illés azt mondja neki, hogy ne féljen, készítse el a kenyeret, és adja neki, és Isten majd csodálatosan gondoskodni fog róluk. A lisztes fazék nem ürül ki, az olajos korsó pedig nem fogy ki. És valóban minden úgy történt, ahogy Isten azt megmondta. Miért hitt az asszony Illésnek és az ő istenének? Miért nem kért először bizonyítékot, csodát, mint a názáretiek, hogy ezt látva higgyen és adjon Illésnek enni? Ő hitt, megtette, amit Isten mondott, és utána tapasztalta a csodát. Ami utána történt, az bizonyította, hogy Illés igazat mondott. Ha több lett volna az asszony korsójában, lehet, hogy azt mondja, nem adok enni, hát ha kihúzzuk a fiammal az éhénység végéig. De neki szinte semmije sem volt, annyira szegény volt. Felismerte rendkívüli szegénységét, és ezért hitt, hiszen nem volt mit vesztenie. Ha nem ad Illésnek, akkor egy nappal később hal meg. Ha ad és Illés nem mondott igazat, akkor egy nappal korábban hal meg. A másik elbeszélés Naamán története. Ő is pogány, szír katonai parancsnok, előkelő ember és leprás. Így megy el Elizeus prófétához, várva, hogy meggyógyítja őt. A próféta azonban ahelyett, hogy kezeit rátéve imádkozott volna érte, szolgájával üzen Naamánnak, hogy 7-szer fürödjön meg a Jordán folyóban. A hadvezér ezen felháborodik, de szolgái tanácsára végül megteszi, amit a próféta mond, és meggyógyul. Miért hitt végül, és miért cselekedett? Azért, mert hiába gazdag, mégis szegény. Vagyis ő is felismeri rendkívüli szegénységét, hogy ő is tehetetlen, hogy kiközösítésre, lassú halálra ítélt leprás ember. Ez tehát Jézus válasza a názáretiek hitetlenségére, akik csodát követelve leplezik a hitetlenségüket. Ő azért jött, hogy jó hírt hirdessen a szegényeknek, a rászorulóknak. Ilyen volt a szareptai özvegy, és ilyen volt Naamán.
ezekhez küldte Isten az ő küldötteit, és ezek fogadták azokat hittel. Ezek tapasztalták szabadítását és csodáját. Na hát a názáretieknek több sem kellett. Micsoda, hogy ez a jött-ment ácslegény, József fia, két megvetett pogánnyal hasonlítja össze őket, hogy ők olyanok, mint egy koldus szegény özvegy, vagy mint egy koszos leprás. Sőt, hogy azok jobbak, mert hittek. Ők nem szegények, és nem vakok. Megalázó, megbotránkoztató, amit ez az ember mond. És mit képzel, hogy ők hozzáforduljanak? Ez hát az oka az ő gyilkos indulataiknak, a sértettségük. Ez az indulat bizony ma is létezik. Mert amikor Jézussal szemtől szemben állsz, azt hallod, hogy te vagy a szegény, hogy te vagy a fogoly, te vagy a megkínzott, és te vagy a vak, aki ugyan mindig mosolyogsz, de összetört vagy, aki büszke vagy egyéni szabadságodra és szabad elvűségedre, miközben börtönöd rabja vagy, aki kérkedsz értelmeddel és világosságoddal, pedig vak és tudatlan vagy, akit jóleső érzések töltenek el, amikor végignézel anyagi javaidon, pedig koldus szegény vagy. Jézus azonban örömhírrel, szabadítással, gyógyítással, kegyelmével jön ma hozzád. Ne csikorgasd hát a fogad, ne nyomd el a hangot, ami a szívedben megszólal. Ne engedd a büszkeségedet felülkerekedni Jézus hívásán. Fogadd el őt, és bízz benne. Nincs bizonyíték, csak egyetlen jel. A kereszt jele, az, hogy ő az Istentől elküldött, belehalt ebbe az isteni programba. Mert idővel mindenki úgy fogadta őt, ahogy a názáretiek. Ezért végezték ki. Mindmáig tartó jó szándéka és kegyelme Istennek, hogy erre mégsem bosszúval felelt, hanem azzal, hogy feltámasztotta őt, s hogy nevében bocsánatot és új életet kínál ma is. Egészen addig, amíg eljön az Ézsaiás által meghirdetett bosszúállás, az ítélet napja. Jézus ma még szemtől szemben áll velünk. Ne utasítsuk hát el, hanem ehelyett bízzunk benne. Mindenkor. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk most fennállva. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy templomunk alapkőletételének évfordulóján egy ennél még fontosabb alapkőről hallhattunk ma. A mi életünk alapkövéről, Jézusról, és az ő küldetésének alapkövéről, hogy ő azért jött hozzánk, hogy nekünk szegényeknek jó hírt hirdessen, hogy nekünk vakoknak megnyissa a szemeinket, hogy minket szegényeket kiemeljen szegénységünkből és nyomorúságunkból, hogy felszabadítson minket rabságainkból, hogy kiengedjen börtönünkből. Segíts nekünk, Atyánk, hogy ne legyünk olyanok, mint a názáretiek, akik sértődésből vagy büszkeségükből nem hallják meg ezt a szót. Add, hogy mi
látói legyünk Jézus valóságának, Jézus tetteinek, és meghallói legyünk minden üzenetének, amit nekünk mond. És köszönjük neked, hogy most is szóltál hozzánk, hogy a kegyelmi idő ma is érvényes, és hogy igenis lehet ez a mai alkalom is változás, megújulás az életünkben. Kérünk téged, így legyél velünk, erősíts bennünket, hogy ne a bizalmatlanság, ne a kis hitűség győzzön rajtunk, hanem a megújuló és erősödő bizalom Jézus iránt. Ő érte kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ő így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Most pedig fogadjátok Isten áldását. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az Úr felegyenesíti a görnyedezőket. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, a megváltó Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre. Amen. Most foglaljunk helyet, és a Isten tiszteletünk második zenei részére való átvezetésként énekeljük 500. dicséretünket végig. Az 500. dicséretünk így kezdődik: Krisztus, ki vagy, nap és világ.
továbbiakban is maradunk az évforduló jegyében, és egy fontos zsoltár kerül elénk két dallammal, az egyik a kálvini zsoltár, az Isten a mi reménységünk, midőn reánktör ellenségünk, a 46. genfi zsoltár, és ugyanennek a luteri változata, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, ein feste Burgis unser Gott. Mind a kettő a reformáció évszázadában valahogyan a kezdeteket erősítette, és hallottuk délelőtt, hogy milyen körülmények között történt az alapkő letétel. Egyáltalán nem volt könnyű ez az időszak a protestánsok számára sem. Tehát két orgonadarab, Eustache de Courrois, párizsi orgonista feldolgozása a 46. genfi zsoltárra, ebben szólóének is felidézi majd a énekeskönyvi 46. zsoltár dallamát, és ezt követően Franz Tunder, lübecki orgonista, a Luther dallamra készült nagyszabású korálfantáziája hangzik el, az Ein feste Burgis unser Gott, mind a kettő ugyanebben a gondolatkörben.
Amsterdamban élt és alkotott Antoni van Noort, akinek egy szintén zsoltár variációja következik. Szeretem és áldom az Úristent a 116. kálvini zsoltár, genfi zsoltár dallamára. Ez hangzik el, majd utána a hamburgi Jakobi Kirche orgonistája Matthias Weckmann D-moll fantáziája. Ezt a két művet halljuk a következőkben. Thank you.
nyáridőben szoktak énekelni. A Christek Viluxes az a téli időnek az esti himnusza, ez pedig a nyári idő és az ünnepeknek a himnusza. Ki minden fénynek atya vagy, és a napokra fényt derítsz, és az ős fény kezdetével e világnak adtál kezdetet, s nappá avattad, ami a reggelt az estéhez köti. Sötét káosz csúszik reánk, hallgasd meg zokogó imánk. Lelkünk egeket ostoroz, jutalmul életkincset osz. Kerüljük, ami kárt okoz, tisztuljon, ami rossz. Hieronymus Praetorius, hamburgi orgonista, két orgonatétele azt váltva hangzik el maga a Gregorián himnusz is a szóló énekkel, és ezzel hadd emlékezzünk, orgonistánk emlékezik édesapjára, aki ezen a héten ment el a minden élő kutyán, oda, ahol az örök fényben lehetünk Istennel együtt. Ez az esti himnusz is ilyen gondolatokat is fogalmaz meg. Ennek a végén az ámen után azt hiszem a mai estéhez nem illik a taps, így csendben távozzunk már, illetve köszönjük meg orgonistának és szólóénekesünknek ezeket a mai műveket. És hirdetem, hogy július 10-én, tehát este 6 órakor Kecskés Mónika játszik, aki ma énekelt, ő fog orgonálni, a pesti Ferences templom orgonista, egyházzene karnagya, igazgatója. Hangozik el tehát Te Lucis ante Terminum.